állatok ezrei menekültek világgá a szilveszteri tűzi játékozások ideje alatt. A nagy hanghatással járó pirotechnikai termékek sokkolóan hatnak a házi kedvenceinkre, ezért új év első napjaiban többnyire megtelnek az állatmenhelyek rémült, elkóborolt állatokkal. A Kutyaszív Állatmentő Alapítvány elnöke elmondta, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal volt szükség az állatvédők segítségére, így a menhelyre is szállítottak utcán talált ebeket. A kutyák nagyon messzire elmehetnek. Van, aki soha nem tud visszatalálni. 30 kilométert egy vizsla, egy német juhász vidáman megcsinál. A stressz, a menekülési ösztön az annyira erős, hogy nem is érzi a fáradtságot. A másik dolog pedig az, hogy itt a környezetünkben is csövekbe elbújva, vízelvezető árkokba, vagy kimennek éppen a külvárosi részbe, erdőkbe, folyó mellé, ide-oda, tehát nagyon gyakran még márciusban is találunk olyan kutyát, amit szilveszterkor kerestek. Rudas Aranka arról is beszélt, hogy a tűzi játékozás a környezetünkre is káros hatással van, továbbá megrémíti és megviseli a kutyákat. Hozzátette, a mentési munkálatok során folyamatosan számítanak a civilek segítségére is, így aki kóbor vagy sérült állatot lát, az hívja a 0630 464 1380 vagy a 0620 248 02 08-as telefonszámot, így azok az ebek is hazakerülhetnek, melyeknek nem jelentették be az eltűnését. Az állatmentő alapítvány tagjai mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék a házi kedvenceket, és segítsék, támogassák a gazdákat. Ezért most egy ingyenes ivartalanítási akciót szerveztek. Kérem, hogy aki szeretne ivartalanítani, az hívjon, hogy fel tudjam őt jegyezni, hogy az orvossal egyeztetni tudjak, és időpontot tudjunk találni. Az ivartalanítás helyszíne Jászfényszaru, a műtét előtt pedig a gazdáknak be kell mutatni az állatok oltási könyvét.